Kígyós Sándor harangszobra szólalt meg Fazekas László szoborzenéjének köszönhetően abból az alkalomból, hogy Kígyós Sándorra, a közművelődés kiemelkedő alakjára emlékeztek kollégák és barátok a felnőtt képzési és emberi erőforrás fejlesztési karon halálának 30. évfordulóján. Kettős az évforduló, hiszen immár 40 éve, hogy elindult Pécsett a népművelés képzés. 40 éve indult a képzés, és 30 éve nincs közöttünk. Ugyanakkor a kar, mert időközben ez a hajdani népművelés tanszék karrá alakult, az is 10 éves, tehát hogy ebben az évben mintegy kicsit jubileumokat ünnepel a karunk, és hát ezt az őszi alkalmat arra szántuk, hogy induljon akkor ez a jubileumi év egy ilyen szép évfordulónak a megünneplésével. Annak idején a Kígyós baráti kör és a Pécsváradi vár baráti kör vállalták Kígyós Sándor hagyatékának gondozását, most először rendezték az emlékülést Pécsett, ahol kollégák és barátok emlékeztek a népművelőre. Egy különleges észjárású személyiség volt, aki új színeket vitt a tanításba, és azt hiszem a pécsi értelmiségi vélemények hangadója is lehetett a nyitottságával, az érdeklődésével, a sokoldalúságával. Tudjuk jól, ugye, hogy népművelőként kezdte a pályáját, népművelős könyvtárszakosként végzett, Pécsváradon működött, és zenélt is, és hát kitűnő szobrász is volt. A Mecsek Kórus Kamara Együttesének ünnepi műsora után konferencia keretében folytatódott a nap visszaemlékezésekkel, előadásokkal.